Itt a járvány. Vármegyénkben regisztrálták országosan a harmadik legtöbb influenzást. Öreg autó, nem vén autó. Az áremelkedéssel együtt egyre nő az autópark átlag életkora. Különleges kiállítás, Lego csodákból nyílt tárlat Demetserben. Hivatalosan is kitört az influenza járvány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, 100 ezer lakosból 920 esetben regisztráltak ilyen megbetegedést. Ezzel országosan a harmadik legfertőzöttebb most vármegyénk. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az influenza vírus intenzív terjedésében szerepet játszott, hogy a Covid után sokkal kevesebben hordanak szájmaszkot a zsúfolt helyeken, mint a korábbi években. Emellett fontos tény, hogy idén enyhe volt a tél, 2,7 fokkal mértek magasabb átlaghőmérsékletet, mint az elmúlt évben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján készült influenza térképen jól látszik, szinte az egész országban emelkedett a megbetegedések száma. 100 ezer lakosból Békés megyében fordultak a legtöbben orvoshoz influenza-szerű megbetegedéssel, több mint 1500-an. Meghaladták az 1000 főt Somogyban is, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is több mint 920-at mutat a statisztika. A légúti figyelő szolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 8. hét 315 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 43 fő részesült intenzív ellátásban. Ezt a jelenleg is aktív terjedést az enyhe időjárás is előidézi. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatai szerint a 2022-2023-as tél lett a második legenyhébb tél a mérések kezdete óta. De más is közrejátszik a robbanásszerű terjedésben. Nem volt influenza járvány éveken keresztül, mert Covid járvány volt, és az influenza igazából egy picit le volt nyomva, és korábbi évekhez képest az influenza oltást is kevesebben vették föl idén. Picit kifáradtak az emberek ebbe az oltás dologba, én úgy veszem észre, akiket korábban megszólítottunk, és rendszeresen vettek föl influenza oltást, most azok is volt, hogy óckodtak tőle. És ennek ez az eredője, hogyha alacsonyabb az oltottaknak az aránya, és az influenzával kapcsolatban nem is volt meg egy ilyen természetes védekezés, ugye átfertőződött évről évre mindig a lakossága az éppen aktuális influenzavírusokkal. 3 éve nem találkozott a lakosság influenzavírussal, vagy nem nagyon. Ezért ez várható volt, hogy akkor, amikor influenza járvány lesz újra, akkor az elég erőteljes lesz. Korábban már februártól folyamatosan növekedett az influenzások száma, most későbbre tolódott és robbanásszerűen jelentkezett. Fontos, hogy ilyenkor is sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk, szedjünk immunrendszer erősítő vitaminkomplexet, így gondoskodva szervezetünk vitalitásáról. A rendszeres sport, a megfelelő táplálkozás és a pihenés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ellenállóbbak legyünk a vírussal szemben. Minden járványos időszakban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alapvető higiénés szabályokat tartsuk be. Minél gyakrabban mossunk kezet, azok, akik éreznek magukon bármiféle felső légúti panasz tünetet, most már nem ciki föltenni egy maszkot, akár egy munkahelyen fölvenni egy maszkot és maszkban dolgozni, legalább egy sebészeti maszkot, vagy egy sebészi maszkot föltenni, hogy ne fertőzzön meg valakit, vagy tömegközlekedésre, ha szállunk, akkor ha érezzük magunkon hasonló tüneteket, akkor tegyünk föl igen egy maszkot. Ez sokat segített a járvány terjedésének a megakadályozásában. És hát akkor, amikor megérezzük magunkon a tünetet, akkor pedig maradjunk otthon. Az influenzát tehát vírus okozza, az antibiotikum nem hatékony ellene, és nem gyors lefolyású a gyógyulás. Segítség a forró italpor, a torok fertőtlenítő, az ágynyugalom és a nagy dózisú C és D vitamin lehet. A szakemberek most azt prognosztizálják, hogy ez a robbanásszerű terjedés várhatóan 2 hét alatt lecseng. Jelentősen akár 50%-kal is emelkedtek a használt autók árai a vármegyében, az áremelkedés miatt egyre idősebb autókat tudnak vásárolni az érdeklődők. Ennek a tendenciának a hatására nőtt az autópark átlag életkora, elérte a 14,5 évet. Ezt a használt román gyártmányú autót közel 4 millió forintért lehet megvásárolni az egyik nyíregyházi kereskedésben. A használt autók ára bár kisebb mértékben nőtt, mint az új járműveké, az utóbbi 2 évben közel 50%-ot emelkedtek. A fizetőképes kereslet azonban nem tudott ezzel lépést tartani, ezért sokan inkább idősebb autót kerestek.
Ez pedig azt eredményezte, hogy a magyar autók utánpótlására a kereskedők is idősebb autókat importáltak külföldről. Jelenleg az átlag életkor 14,5 év. A leggyakoribb vásárló a 2 millió forint körüli gépjármű vásárló, és ezekben nyilván már csak 10 év feletti, jóval 10 év feletti gépkocsik férnek csak bele. Egy átlagos, most márkát nem mondok, gépjárműnek a 2 millió forintért 14-15 éves kocsit lehet venni. Tehát ez indokolja azt, hogy a külföldön behozó gépkocsiknak az átlag életkora drasztikusan megnőtt. Egyébként ez annak is az oka, hogy külföldön is feljebb mentek az árak. Tehát nem csak Magyarországon mentek feljebb az árak, itt nyilván a forint-euró árfolyam is befolyásolja, hanem a németországi, ausztriai, olaszországi árak is 20-25%-os szinten mentek feljebb. Ha ettől is alacsonyabb áru autót keres valaki, jó eséllyel még egyszer rá kell költeni a vásárlás összegét a szervízre, hogy valóban használható, biztonságos autó legyen belőle. Általános ökölszabály, hogy minél idősebb egy jármű, annál többet kell rá költeni. Ugyanez a helyzet a specifikusabb autókkal. A prémium kategória is többe kerül, mert drágábbak az alkatrészek. De az üzemanyag is befolyásolja a vásárlókat. Én azt gondolom, hogy a magas üzemanyag árak azért azt okozták, hogy a dízelautóknak a népszerűsége nem csökkent, hanem még inkább emelkedett, és az árai is egy szinten vannak gyakorlatilag a benzines gépkocsik áraival, mert egy 4-5 évvel ezelőtti tendencia az volt, hogy a benzines autóknak jelentősen nagyobb volt az ára, ma ez gyakorlatilag kiegyenlítődött. Tehát benzines, dízel, gépkocsit körülbelül ugyanazon típusban, ugyanazon áron lehet kapni. Bármilyen autót is keressenek a vásárlók, ha a napokban veszik meg, nem szabad megfeledkezni a gépjárműadóról. Február közepe óta érkeznek az autósok elektronikus tárhelyére az erről szóló értesítések. Akiknek változik az adójuk, azok határozatot, akiknek nem, azok emlékeztetőt kapnak. Ennek alapját a hatósági nyilvántartásban szereplő teljesítmény és a gyártási év adja. Vagyis a gyártási évben és az azután következő 3 naptári évben 345 forint per kilowatt, míg a 16. naptári évben már csak 140 forint per kilowatt a gépjárműadó. Ennek első részletét március 16-áig, a második részletét pedig szeptember 15-éig kell befizetni. Szinte minden napra jut egy hír román horror karavánról, most is egy ilyen következik. Csenger Simánál állították meg a rendőrök ezt a szerelvényt. Kis busszal vontattak kis buszt. Az összsúly csaknem 1,5 tonnával haladta meg a megengedettet. A román sofőr 350 ezer forint bírságot kapott, és a szerelvényt így nem engedték tovább. Az utóbbi év végén valamelyest csökkentek, 2023 elején azonban újra emelkedésnek indultak az albérlet árak Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vármegyében jelenleg átlagosan 110 ezer forintos bérleti díjért kínálják az ingatlanokat a tulajdonosok. Az ingatlan.com szakértője elmondta, az utóbbi időben az igények is változtak. Egyik elsődleges szempont a keresés során, hogy a kinézett lakás milyen energiahatékonysággal rendelkezik. 7 szűk esztendő alatt bő 70%. A piros grafikon azt mutatja, hogy ennyit drágultak az albérletek az észak-alföldi régióban 2015 évvégéhez képest. Éves szinten is jelentős 17%-os a növekedés. Bár a tavalyi év második felében itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is stagnálni kezdtek a bérleti díjak, 2023 legelején újra drágulásról számolt be az ingatlan.com felmérése. Januárban ismét növekedésnek indultak a bérleti díjak, és országos viszonylatban 1,4%-os drágulás volt a megfigyelhető. Ez nagyjából megfelel a fővárosi bérleti díjak változásának, és a vármegye székhelyek tekintetében is változás történt, hiszen ha például Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye albérlet kínálatát, tehát a kiadó lakásokat és házakat vesszük alapul, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 100 kiadó lakóingatlan szerepelt február végén a vármegyei kínálatban, ami 15%-os csökkenésnek felel meg,
és ez a szűkülő kínálat együtt járt a bérleti díjak emelkedésével. Az észak-alföldi régióban ugyanis egy év alatt 17%-kal, 2015-höz képest pedig 74%-kal nőttek az átlagos lakbérek. Mindez azt jelenti, hogy a vármegyében jelenleg 110 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja. Ahogyan a grafikonon is látszik, a 120 ezer forintos átlaggal rendelkező Nyíregyházát Kisvárda követi 100 ezer forinttal, Nagykálóban 90 ezer, Nyírbátorban pedig átlagosan 85 ezer forintért adnak bérbe lakást a kiadók. Balogh László elmondta, a dráguláshoz hozzájárult a magas infláció és a minimálbér emelés is. Az egyetlen fékező erő a tulajdonosok számára a magasabb rezsi volt, a két hatás együttesen ugyanis a kereslet csökkenését idézhette volna elő. Márpedig az energiaköltség az egyik legfontosabb szemponttá vált az albérletet keresők körében. Elsősorban a lokáció az, ami meghatározó, tehát közel legyen a munkahelyhez, iskolához, vagy ahhoz a fontos ponthoz, ami egy-egy bérlő életét meghatározza. Ugye a bérleti jogviszony, vagy az albérlet az azért más, mint amikor valaki ingatlant vásárol, mert itt ezeket a lokációval kapcsolatos szempontokat sokkal jobban tudja érvényesíteni, sokkal rugalmasabban tudja kiválasztani azt a helyet, vagy azt a városrészt, ahol bérelni szeretne, és ezt akár gyakori időközönként is váltogatni tudják a bérlők. A másik fontos szempont a lokáció mellett az ingatlanok minősége, és ez összekapcsolódik az energiahatékonysági szempontokkal is, mert most már, mivel a bérlők fizetik tulajdonképpen a rezsi és a közös költségeket is, lehet, hogy egy drágább bérleti díjjal rendelkező ingatlan alacsonyabb fenntartási költségekkel, alacsonyabb rezsit költségekkel párosítva összességében olcsóbb lakhatást kínál, mint hogyha egy kevés energiahatékony ingatlan bérlünk ki, nem annyival olcsóbban, viszont sokkal magasabb rezsidíjak mellett. Az ingatlan.com szakértője hozzátette, az elmúlt fél év változásai miatt a jövőben is az várható, hogy elsősorban az új építésű ingatlanok lesznek kelendőbbek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye albérlet piacán. Fontos határidő, közeleg jövő csütörtökig kell befizetnie a helyi adókat. A megyeszékhely polgármesteri hivatala több mint 11 ezer értesítést küldt ki a napokban. Az adó mértékek tekintetében a főbb adónemekben, mint helyi iparűzési adó és építmény adó nincs változás, január 1-től viszont az idegenforgalmi adó változott. Ez Nyíregyházán 450 forint per fő per éj. Fontos továbbá, hogy a gépjármű adó beszedése 2021-től a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata, arra kérik a lakosságot, ezzel ne a polgármesteri hivatal adóosztályát keressék az érintettek. Én azt gondolom, hogy Nyíregyháza adófizetői nagyon jó követőek, és általában betartják az adózási határidőket. Elenyésző számú az az adózó, aki nem tartja be a határidőt, vagy valamilyen oknál fogva elfelejti befizetni az esedékes adóját. Természetesen velük szemben a megfelelő jogszabályi következmények érvényesek, tehát az elmulasztott adó befizetésre mulasztási bírságot számolunk fel, illetőleg, hogyha felszólítás ellenére sem fizeti meg az adót, akkor végrehajtási eljárás következik. Nyolc kilométer futás, 4 kilométer futás, 4 kilométer gyaloglás. Mindenki megtalálhatta a számára ideális távot és mozgásformát kedd délután Nyíregyházán. A tavaszváró nőnapi futáson több százan vettek részt a sóstói erdőben. Sportos szerelésben gyülekező hölgyek, készülő fotók, zenés bemelegítés, virágcsokor. Az utóbbi kivételével megszokott elemei egy futónapnak, a csokor viszont azt jelzi, hogy egy nőnapi rendezvényről van szó, amit hagyományteremtő céllal hívott életre az Életforrása Egyesület. Az ötlet onnan jött, hogy a sport a mozgás a lételemünk. Mi nők a hétköznapokban nagyon sokat kell, hogy tegyünk a családért, de elsőlegesen figyelembe kell venni magunkat is. Nőként mennyi feladatunk van. És azt gondoltuk, hogy akkor egy hagyományőrzővel, egy lehetőséggel megrendezzük az első tavaszváró nőnapi futásunkat. Óriási a siker, regisztráltaink nagyon sokan vannak, több mint 200 előregisztráltunk van, és jelenleg is regisztrálnak még a standoknál, úgyhogy nagyon büszke vagyok és boldog a Szabolcs-Szatmár vármegyei nőkre, hogy itt vannak velünk, és együtt küzdünk az egészségünkért. Hiszen azt szoktam mondani, az egészségünk a szépségünk. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint
A programokban szűkös éveket követően nagy szükség van tömegeket megmozgató szabadidős rendezvényekre. Az emberek vágynak a közösségi élményekre és azokra a programokra, amelyeket együtt tudnak eltölteni, és hát a mai nap is tökéletes bizonyítéka annak, hogy van ennek létjogosultsága, és nagyon nagy szükség van arra, hogy valóban olyan tartalmas, olyan sportos, az egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok is megvalósuljanak, amelyet tudunk tenni nem csak a saját magunk egészségéért, hanem egy kicsit talán patetikusan, de a közösségnek az egészségéért, amely azt hiszem, hogy nagyon fontos. 3, 2, 1, és végül több százan álltak oda a rajtvonalhoz. A legedzettebbek 8 kilométert futottak, voltak, akik 4 kilométert vállaltak, és voltak, akik sétálva tették meg a 4 kilométeres távot. Berenséget szenvedett Székesfehérváron a Nyikse szegfűbútor. A nyíregyházi kosarasok az NB1B zöld csoport 22. fordulójában a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia vendégeként kaptak ki 86-53-ra. A zöld csoport tabelláját a Budafok vezeti 18 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 14-4-es mutatóval rendelkező Meavc Miskolcot. A 4 győzelemmel és 15 vereséggel sereghajtó Nyikse szegfűbútor pénteken a 8-11-jel 7. Dunaharasztit fogadja. A mérkőzés 19 órakor kezdődik a Bánki csarnokában. Szerda a kora reggel Nyíregyházán a Számadó utcában kidöntött egy villanyoszlopot egy teherautó. A jármű tolatás közben ment neki az oszlopnak, amely ketté tört, csak az elektromos vezeték tartotta. A szolgáltató kicserélte a villanyoszlopot, de a helyreállítás ideje alatt a környéken nem volt áram. A mesevilágot jeleníti meg egy különleges LEGO kockákból összeállított kiállítást Demeterben. Az érdeklődők 6 magánszemély évek óta gyűjtött játékait tekinthetik meg egészen április végéig. A kiállítás többek között 10 mozgó vonat, valamint egy mozgó vidámpark teszi még látványosabbá. A tárlatot második alkalommal tették nyilvánossá a megálmodók, amely 3-szor annyi érdeklődőt vonz idén, mint a tavalyi évben. Vonat járja körbe a Vidám Parkot, amelyben éppen mozgásban az óriás kerék és a körhinta. Akár a valóságban is elképzelhető ez, a demecseri fúvószenekar próbatermében azonban mindezt LEGO kockákból valósították meg. A mozgó játékok a helyi óvodásokat is lenyűgözték. A több ezer elemből összeállított kiállításon nem csak készletek, hanem épített panorámák is megcsodálhatóak. A kiállítás megálmodója azt mondta, családi hobbi a LEGO játékok gyűjtése, amelyhez mára többen csatlakoztak. Igazából ez úgy kezdődött, hogy a lányom gyűjtemény, amit 10 éve gyűjt folyamatosan, aztán a párom is nagy a LEGO rajongó, az ő testvére, valamint itt a zenekari egyesületből néhány tag. Tehát összesen most itt a kiállításon 6 magánszemélynek a gyűjteménye tekinthető meg. A kiállítás számos témát bemutat, a dinoszauruszoktól kezdve a keresztes hadjáratokon át a legmodernebb űrhajók is megtekinthetőek. Sőt, egy egész városrész is, amelynek egy misztikus részét is megvalósították. A legbüszkébbek erre az épített részre vagyunk. A LEGO City-ből csak 2 eredeti készlet, az összes többi kockákból tartjuk össze, és próbáltuk berendezni egy ilyen városrészetnek, valamint a Harry Potternek az abszolút nevű utcáját is megjeleníteni, ahol látszik a 9,5 vágány, a Ollivander pálca boltja, és próbáltuk a saját képzeleteink alapján visszaadni ezt a élményt. A kiállítást második alkalommal nyitották meg Demeterben, népszerűsége pedig felülmúlja a várakozásokat. A tavalyi évhoz képest megszáromszorozódott a látogatott szám. Nyíregyházától kezdve Máté Szalkáig, tehát a megyén belül nagyon sokan eljönnek ide hozzánk. A kiállítás április végéig tekinthető meg Demeterben. A szervezők a szoba méretére és a tárlat népszerűségére tekintettel az érdeklődők előzetes bejelentkezését kérik. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Hivatalosan is kitört az influenza járvány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, 100 ezer lakosból 920 esetben regisztráltak ilyen megbetegedést. Ezzel országosan a harmadik legfertőzöttebb most vármegyénk. Az influenza vírus intenzív terjedésében szerepet játszott, hogy a Covid után sokkal kevesebben hordanak szájmaszkot zsúfolt helyeken, mint a korábbi években. Emellett fontos tény, hogy idén enyhe volt a tél, 2,7 fokkal mértek magasabb átlag hőmérsékletet, mint az elmúlt évben. Jelentősen akár 50%-kal is emelkedtek a használt autók árai a vármegyében. Az áremelkedés miatt egyre idősebb autókat tudnak vásárolni az érdeklődők. Ennek a tendenciának a hatására nőtt az autópark átlag életkora, elérte a 14,5 évet. A mesevilágot jeleníti meg egy különleges Lego kockákból összeállított kiállítás Demeterben. Az érdeklődők 6 magánszemély évek óta gyűjtött játékait tekinthetik meg egészen április végéig. A kiállítás többek között 10 mozgó vonat, valamint egy mozgó vidámpark teszi még látványosabbá. A tárlatot második alkalommal tették nyilvánossá megálmodók, amely 3-szor annyi érdeklődőt vonz idén, mint a tavalyi évben. Március 8-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, csütörtök este ismét várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerdán este szinte mindenhol borult lesz az ég, egyes helyeken eső is előfordulhat, hajnalban megélénkül a szél, a hőmérséklet 6 és 8 fok között alakul. Csütörtökön délelőtt marad a borult idő, esőre nem kell számítani, a hőmérő higanyszála 15 fokig emelkedhet. Komolyabb csapadékra szombaton kell számítani.